Na sziasztok, a mai menü lesz egy kis gulyás, de babon, krumpli, zöldség, paradicsom, szalonna és lilahagyma, és ebben a gépezetben fogom most megcsinálni a kis levesünket. Mint tudjátok, én nagyon szeretem ezt a gépet, egyébként csak berakod a hagymát, minden egyébként azért jó ez nekem, mert itt merem hagyni, nem fog odaégni, lekapcsol, szóval én nagyon szeretem ezt a gépet, és nem is tudom, mikor vettem, már nagyon régen, és kézzetek egy pár hónapja vettem el a nyáron, azt hiszem találtam meg, így mondom neki, ja, mert így szoktam magammal beszélgetni, mondom, hát neked van ilyen is, te hülye. És akkor így el szoktam magammal beszélgetni, és azóta használom, és most a levest ebbe fogom megcsinálni. Fölkockáztam a lilahagymát, a szalonnát, a krépákat fölkarikáztam, krumpli bab, a babot beáztattam. Tegnap kicsit csalni fogok egyébként, mert csipetkét vettem. Nem akarok most én csipetkézni, érted? Szabadnapos vagyok, érted? Nem csipitkézünk most. Most szépen beleszórjuk, aztán ennyi, hello. Kezdjük a folyamatot, egy pici olajat tettem rá, már egy kicsit elhúzom, jól látszik? Jól. Csak a hagymát, még a szalonnát nem, bele elkezdem rakni, így. Jó, egy darab szalonna ment bele, mert összekevertem, mert várjál, ezt kivesszük, mert még nem kell bele a szalonna. Hát, vagy menjen is, akkor egyszerre minden csinálj, dolgozzon. Végül is menjen egyszerre minden így. Nagy ma a zsiradék is lesz legalább alatta. Így, egyszer ez megvan. És akkor lekapcsol, vagy lecsukom. És van ezen ilyen program, leves, gulyás, ilyenek. És akkor most ugye én a gulyásra teszem. Oké, hogy bab, de hogy én most felre teszem. És most elkezd dolgozni mindjárt, és akkor haladunk. Képzeljétek el, azt nem is meséltem nektek, hogy a héten voltam, már egy csötét van, már egy kicsit kijebb. Ja, már egy csötét van. Nem, jó, most a leves az, jó, most kicsit leülünk ide maga. De nézd meg, hogy nincs jó, alig várom, már megvegyem a jó világítást. Na ez a jó világ, nézd meg! Ide kell kihoznom a világítást, hogy jó legyen. Na szóval képzeljétek el, hogy ugye tudjátok, hogy mindenhol megyek be a társasházba, be kell csöngetnem, fölcsöngetek, stb. 18. kerület volt a múlt heti kerületem. Képzeljétek el, ugye becsöngetek, lerakom, szórólapozom. Aztán egyik nap, egyik este így a főnököm fölhívott, hogy a rendőrség keresen most. Nézd, engem keres a rendőrség. Életem, amekkora csibész voltam, de akkor sem jutottam soha, hál' Istennek, nekem nincsen rendőrség. Ugye, hiába drogoztam, hiába csibész voltam. Tudod, hogy érted, sose melloltam, semmi ilyesmi. Engem rendőr keres a rendőrség. Jó, hát akkor jó, keres, fölhív, megadták a szám, fölhív a rendőrség. Hogy menjek be, fáradjak be, és akkor már jó, bement, azt se tudom, mi volt, és az egyik társasházban történt egy gyilkosság. És ugye minden társasházban most már azért vannak ilyen kamerák, és ugye engem észlelt a kamera, hogy én ott vagyok, és azt hitték, hogy én vagyok. De én nem, mert csak szórok, beloltam a posta, én nem csak én gyilkos, állatot nem tudok ölni, kis hangyát, semmit, mindenféle teszek, érted, kirakom, megfogom. Még a darázs is van bent, azt is úgy próbálom kiheszegetni, hogy ne öljem meg. És én nagyon is néztem is. Csak az volt, képzeljétek el, hogy mondja az óra rendőrségem, hát hogy gyilkosság volt, és hogy a kamerán én látszok, és hogy én szaladok ki. Én tény és való, hát mert pörgök, nem szaladok kicsit, én nekem gyors a tempom, én megyek ki. És akkor így mondtam neki, én. És akkor pont aznap volt a gyilkosság, hogy meg sapka is volt rajtam, pont úgy voltam öltözött, valami rabló vagy valami gyilkos. És mondom, hogy nem én voltam, és hogy azt sem tudom, hogy kiről van szó, semmiről nem tudok. Egészen, mert 15, tudjátok, a 18. eléggé veszélyes az a kerület, és eléggé olyan környéket is kaptam ki most. Én nem is értettem, nekem fura volt, úgyhogy most voltam bent a rendőrségen, ha először így tényleg, ami miatt így behívtak volna. Néztem is, hát megöltek egy 70 éves nénét, egy nyugdíját elvitték, képzeljétek el, most mondd meg. Mondd meg, hogy tudják ezeket az emberek, hogy jut be? Én, mikor fölcsöngetek, akkor én fölcsöngetek, tudjátok, hát alig akarnak beengedni, mondja, hogy tegyem félre, nem akarják a postaládába, nem akarnak semmit, mert hogy szemét, meg úgyse kell, stb. Hát akkor most mondd meg, hogy jut be egy ember. Nagyon óvatosannak kell lenni tényleg az embereknek, főleg az idősebb korosztálynak, hogy kit engedsz oda a lakásodba, kit engedsz be. Én olyant is láttam már kézzetek, hogy hallod, YouTube-on is fönt van, hogy telefonálnak, hogy a unokája meghalt. Nincs is unokája, is elhittes 5 milliót lecsengetett tőle. Szóval, hogy abszurd, amit itt művelnek ezek az emberek, és tényleg ezt mindenféleképpen, ezt minden
minden jogszabály szerint be kell valahogy el kell őket fogni, mert az idősebbek lehet, olyan naívak szegény idősek, néni, meg bácsi. Engem is hívnak be, amikor találkozok olyan néni, bácsi, hív engem levesre, múlkó húslevest, hogy egyet, meg ilyenek. Én nem megyek be, pont ezért nem megyek be, nem akarom. Nem tudhatod, hogy szenilis, nem tudhatod, milyen az ember, nem tudhatsz ezt, nem tudhatod. És ha nem talán valami elveszik, vagy nem, valami történik, akkor egyből te vagy a hibás, érted? És ezzel nem föl kell lépni, minden eszközzel, és arra kérem az idősebb korosztályosokra nézni, ne higgyenek el minden, szórólapos vagyok, érted, nem, én nem csinálok semmi ilyesmit, aki meg ilyen áll, meg vegyen, meg aki ilyen kamuból fölkeres az idősebbeket is kihasználja, szégyelje magát az, aki az ember, alapból nem lopunk, érted, egy idősebb korosztályt, hogy már gyenge, nem mest tudja magát védeni, semmit nem tud csinálni, akkor hogy? Hát legyen már valami, most lehet, hogy csúnyán mondom, de a faszotokban legyen vér, és ne egy idősebb korosztályt raboljatok, ja már erre egy szakosodtok. Na látod? Még itt beszélgettem veletek, meg kezdett dolgozni, azt a nagy darabot meg kipom menni, én benne szerettem rakni, hogy az ízét még jobban ki tudjam, még jobban az íze. És fűszer paprikát teszünk bele. Én nem kell lekapcsolni, kitapasztaltam már, hogy képzeljétek el, hogy amikor főzöl a tűzszeren, akkor félrehúzod, hogy ne égjen oda. De ez nem ad annyi hőt, hogy oda égjen, úgyhogy én már kitapasztaltam. Ezért szerettem, hogy nem kell félrehúzni, megy a dolog, pörgeted. De beáztatni a babot, ha olyan babot veszel, lehet már a konzerves pajtból is csinálni egy jó levest egyébként. Nem kell itt beáztatni, nagyon rohanásba vagy. Konzerve megvégzi, és meg a levét sem szabad kiönteni. A babnak a levét beleöntöd, Isten ide a gombának, és bármilyen üvegeset, konzerveset veszel, ne önts ki, értékes. Most beletesszük a babot szépen, legülesobban. Hát inkább nem teszem bele mindet, majd valahogy felhasználom ezt a maradékot. Most, hogy beletettük a babot, én már teszek bele egy kosztát, nem ízesítettem, és ugye a szalonna is elébként sós, tudjátok, óvatosan, de egy kockát teszek bele, így. Lecsukom, és közben el tudsz menni otthon szépen kicsit kivasalni, amban ledőlni, tévét nézni, férjeddel egy gyors menetet, el tudok képzelni gyors menetet, mert nem kell foglalkoznod, érted? Ez a gépezet, ez megy magától, te meg szépen elvégeztél minden, jön haza a kis párod, elvagytok, érted? Romantikáztok menet közben, majd visszatérsz hozzá, kitállalsz, és teljesen jó. Most jönnek a zöldségek, haladunk, mindjárt kész van, és eszünk, és megyünk, halózunk egyet, és telik az idő. Olyan jó szabadnaposnak lenni, pihen az ember, nem kell rohanni, lejárom a talpam a srácok, több kilométer van a talpamban minden egyes, nem? Nagyon jó, hogy most nem kellett mennem sehova. Pere, pere, pere. Egyébként ez a márka név, ha erre rákeresel, akkor megtalálod, ha érdekel ez a gépezet. Én ezt nagyon szeretem, nézd meg, nagyon jó. Na, el is készült, mit szóltok hozzá? Nem egy nagy duranás, tudom, de itt ebben az volt inkább az érdekes, hogy mibe főztem. Ebben a szerkezetben. Ha ismered ezt a szerkezetet, ezt az eszközt, amiben te is lehet, hogy használni, írd le kommentbe, hogy neked milyen márkájú van, és hogy meg vagy vele elégedve. Sziasztok!